megjött a szuper gyors modem a szolgáltatótól. Úgyhogy ezt most megmutatom, hogy hogyan kell beüzemelni és beállítani. Igen, ezek a jelszavakra lesz nagy szükség. Ez egy nagyon fontos csatlakozó. Mindenki azt mondja, hogy ezt nem elég csak kézzel meghúzni. Úgyhogy meghúzzuk. Finoman. És várunk, hogy beinduljon. Most, hogy elindult a modem, elindítok egy képernyő rögzítőt, hogy lássátok, hogy mit csinálok. Így is van. Akkor belépünk a modem agyába. A jelszót már kiraktam egy vágólapra, hogy ne kelljen állandóan beírni. Akkor most rakom ki. Jó. És azt mondja, először is valami egyszerű wifi nevet adunk neki. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Hogy a tévével könnyen rá tudjak csatlakozni. Ez meg is történt. És ami miatt ez a videó készült, az ez a kis fül, ide be kell rakni mindkét pipát. Az elfogadott eszközöknél kell akkor egy USB-t bedugni. Jelen esetben ez lesz. De teszünk rá egy filmet. Azt mondja, csinálunk egy mappát. USB adatnévvel, és mondjuk legyen egy kis valami, oké, okay. Na most, ez megtörtént, akkor most szép szabályosak leszünk, mert figyelnek minket. Oké, okay. Ez mehet bele a modembe, és várjuk, hogy itt megjelenjen ez a kis pendrive. Meg is jelent. Hozzáadjuk. És tulajdonképpen, ha most megnézzük a tévét, és megvárjuk, hogy a tévé rájöjjön, hogy hol vannak a wifi hálózatok. Ó, megjelent! Akkor szépen azt mondja. Egy. Hozzácsatlakozunk. És ebben a pillanatban már meg is jelent a kis nagy szerverünk. És ha belebújok, akkor már látodnak is
a filmek. Ami tök jó, lehet, hogy meg pont emiatt fogja letiltani a YouTube. Na mindegy. Egy irányú kapcsolatunk megvan, most jön az, hogy szeretnénk mondjuk oda letölteni. Azt pedig a következő féleképpen csináljuk meg. Szintén USB. Adattároló, oké. Hálózati. Sajnos először is kell adni egy rendszergazda nevet és jelszavat, addig nem enged tovább. És ez itt megjelent egy ablakba, csak alul. Oké. És most azt tudjuk neki mondani, hogy létrehozunk egy hálózati könyvtárat. USB adat megvan, legyen az a neve, hogy NAS, alkalmaz. Így jelszóval mindenki hozzáfér, de ha most visszamegyünk a jelszavas részhez, és azt mondjuk neki, hogy mégse kérje jelszót, akkor innentől már nem fog kérni jelszót. Jaj! Azt mondja, itt van, és akkor már csak arra kell várnunk, hogy a Windows-ba itt megjelenjen ez a hálózati könyvtárunk. Ez a rész lesz felgyorsítva. Hát ez nem lesz elég felgyorsítani. Á, megjelent. Na szuper, itt van. Ott a kis film, amit éppen nézünk. És akkor már nincs más dolgunk, mint a torrent kliensünkbe beállítani, hogy innentől oda töltsön le. Úgyni. Köszi, hogy megnézted, remélem, hogy tudtam segíteni, és nem költesz feleslegesen 80-100 000 forintot csak egy NAS-ra plusz a vinyó. Sziasztok! És ha valakit érdekel, hogy mondjuk a set-top boxok elején mire jó az USB csatlakozó, akkor az mondjuk írja ez alá a videó alá kommentbe, hogy IPTV, és esküszöm az 50-ek után megválaszolom.